Névnapja alkalmából dr. Sütő Mihályné Klárika nénit Gyurcsek János alpolgármester és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő, polgármester jelölt virágcsokorral és bombonnal köszöntötte. Névnapja alkalmából dr. Sütő Mihályné Klárika nénit Gyurcsek János alpolgármester és Szepesi Tibor önkormányzati képviselő virágcsokorral és bombonnal köszöntötte. Klárika néni pedig meghatottan és nagy szeretettel mesélt nekik a nevelőapukája Köves Darálójáról, a karcagi és a Kiskunfél egyházi pedagógus éveiről. Mint kiderült, Szepesi Tibor sokkal többet tud a Köves Darálókban található kiállítás tárgyairól, mint egy átlag karcagi. Gyerekkorában járt ebben a malomban is, mint ahogy Karcag nagyon sok darálójában, hiszen nagyapja a villanymalom főmolnára volt közel 30 évig. Így ő is ott nőtt fel a malom melletti villamosút 3 szám alatti kis kastélyban. Gyakorlatilag az gyermekkorom a malomban, a malom udvarán, és a malmi dolgozókkal telt. Nagyon sokat jártam papával megnézni a különböző gépeket. Ott játszottunk a búzába, volt gyakorlatilag a mi homokozónk. Tehát nagyon-nagyon sok emlék köt ehhez az épülethez is, és a természetesen az épületben található tárgyakhoz, amelyek között megtalálhatók azok is, amelyekkel még nagyapám dolgozott. Nagy élmény volt számára látni a malomban működés közben a gépeket, nagyapját, felmenni vele a siló tetejére, és belátni egész Karcagot. Minden részét bejártuk a malomnak. Nagyon nagy élmény volt az, hogy látni működés közben a gépeket, látni nagyapámat dolgozni, de hát nagy élmény volt fölmenni a siló tetejére, aztán amikor megépült az új siló, annak a tetejéről szétnézni és belátni egész Karcagot. Én azt gondolom, hogy minden emlék a gyerekkorból az valamiképpen a malomhoz köt, hiszen a család többi tagja is ott dolgozott a malomban. A Daráló Múzeumban a fényképek között rögtön az első oldalon nagypapájáról talált közös fotót egy malomkövön ülve, amely a malom előtti parkba egy emlékműben áll most. Amikor most bejöttünk ide a Daráló Múzeumba, akkor a fényképek között rögtön az első oldalon nagyapámról van egy kép, amin, hát ha jól számolom, akkor én kb. 2 éves lehettem, ahogy ott ülök az ölébe, azon a malomköven, aztán amiből a malom előtti parkba az emlékmű felállításra is került. Felidéződtek benne a malmos nagy családi napok, a dolgozók, akik foglalkoztak az ottani gyerekekkel. Sokan bejártak ugyanis a gyerekek, családtagok is a malom udvarára, ahol délutáni főzések, labdarúgó mérkőzések voltak és sok közös játék. Nézegetve a képeket, nagy csoportképet gyakorlatilag fel tudtam sorolni az összes rajta lévő személyt, hiszen nagyapámnak is és a gyerekként nyilván nekem is kapcsolatom volt velük, dédelgettek, sétálgattunk. Ott foglalkoztak velünk, persze nem csak velem, hanem a többi 5 felnővő gyerekkel is. És igen, valóban nagyon sokan bejártak gyerekek, nagyon sokan bejártak családtagok, és olyan délutánok, főzések, labdarúgó mérkőzések kerültek megrendezésre. Emlékszem, még a malomnak a poros udvarán is foci meccseket néztünk, utána pedig jókat játszottunk, beszélgettünk. Tehát valóban egy olyan közösségi élet zajlott a malomban is, amely én azt gondolom, hogy járva-kelve a városban, még mindig megismerve azokat, akik még közöttünk vannak, nagy-nagy köszönéssel még mindig felismer mindenki mindenkit. A várost járva ma is sok malmos ismerőse van Szepesi Tibornak, aki megköszönte Klárika néninek, hogy a idegenvezetőként minden csoportnak szakszerű előadást tart a régi karcagi malmokról. Mert így maradnak fent ezek az emlékek, amelyekre büszkék vagyunk, és meg kell tartanunk, mutatnunk az utókornak is. Múltunk egy szelete, ami nem is olyan nagyon rég múlt, hiszen néhány éve, 30-40-50 évvel ezelőtt történtek, tehát azt mondhatom, hogy még talán 1-2 emberöltővel ezelőtt, de természetesen megtalálhatóak azok a régi emlékek is, amelyek akár több száz évesek is itt a Daráló Múzeumban, és ezeket a gépeket, eszközöket használták elődeink, és ahogy így elnéztem, még van, amelyik ma is használható, tehát ha kicsit karba lenne tartva, beolajozva, akkor még ma is lehetne vele simán darálni és egy háztartást ellátni. Tehát valóban ezek olyan emlékek, amelyekre büszkének kell lennünk, meg kell tartanunk, és az utódainknak meg kell mutatni. És ebben a munkában Klárika néni hatalmas munkát vállalt az utóbbi években, évtizedekben, és hát reméljük, hogy még sokáig bírja erővel, egészséggel.